vagyunk a Fiú 3 altáborban, és az egyik nagyobb projektunk és a célunk ebben az évben, hogy a minden cserkész, aki itt van, hazamenjen egy fantasztikus élménnyel, de egy ajándékkal is, a életre szólót, amit készíthetnek. És ebben az évben úgy választottuk, hogy egy ilyen gyönyörű szép tört fogunk itt készíteni. Ez már készen a tábor előtt készítettem ezt így, és ezt csak nagyon gyorsan átmutatom. Mindenki kap egy ilyen készletet, amiben benne van maga a penge, a bőrtok, és a szegecsek, és a hüvely, minden, ami alkatrész, ami rávaló. Van egy kis fúrószerkezet, kifúrjuk, összeragasszuk, köszörűvel körbe köszörüljük, fűrészeljük, és durván elkezdjük így, és addig finomítjuk, míg megvan a szép kipolírozott penge, és akkor olajjal befényezzük és belakkozzuk a végén, hogy így lesz a végeredmény. Fiúk nagyon-nagyon élvezik ezt a projektet, és mindenki mosolyogva kezdte nagy meglepődéssel, és jól látni a kézi munkát, és valami tartós, nem csak egy kopjafa faragás, hanem kés lesz a kezükbe életük végéig. A mozgás közben soha nem lehet a kést használni, faragni, hanem csak amikor ülünk. Ez maga a munkálás közben, hogy látják, véve van a penge, és teljesen körben van véve, hogy ahogy fogjuk, ezt vígan reszelhetjük és munkálhatjuk vágás nélkül egyáltalán. Én legalább 50-et megcsináltam, és foglaltam a kezemmel, és rendben vagyok. Építsünk országot! Váltsunk világot!